legjobb örömhír a mai nap során, a másik örömhír, ami nem kár öröm, Herbie unbannolt mindenkit a chatről, szóval váltak kommentálni hozzá, hogy azt érezze, hogy foglalkoznak vele. Mindenkit unbannolt. Még engem is vágod? Még engem is unbannolt, és elméletileg senkit nem fog bannolni. Szóval meg vagyunk tisztulva. Írtam is a videó alá, nem néztem meg. Írtam, hogy köszönöm a feladást, Isten, mától híved leszek. Ezt írtam. Megáldott minket a jó Isten ezzel tényleg. Mondanám, hogy legyek top komment és beküldöm a linket, de nem akarok neki izét adni még több megtekintést, hogy nehogy esetleg azt így a YouTube algoritmus, hogy ez jó content. Azt írta valaki, amúgy eskü jó nő vagy. Köszönöm szépen. Nem szeretem a melegeket, de téged igen. Jó tudni, hogy én nem olyan meleg vagyok, mint a többi. Mert én a lányokat szeretem. Istenem, geci. Na várjátok, megiszom inkább a kaktuszos top joyt. Fú, de rossz ez. Sokkal jobb az, ami üvegben van. Nice. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Legyen az új vagy régi. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. A napnak bármelyik pontján 0-24-es élő chat supportot kínálnak neked, hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz, tehát nem kell aggódnod, hogyha esetleg valami nem jó, akkor ők segíteni fognak neked. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen. De nap végén a lobotómia az amúgy valóban csak az internet lehet. Ice véleménye az e-cigiről, azt TikTokon láttam csak, mert tegnap nem voltam hajlandó megnézni. A tag konkrétan azt mondja, hogy inkább cigizzenek az emberek, mint hogy vépeljenek, mert az legalább menő. Vagyis már nem az, de régen az volt. Legalább. A vép az meg bucs. És attól olyan leszel, mint egy lány. Szóval nem szabad vépelni. Mert a vép az rossz. És hogyha már cigi, akkor inkább nem cigi, hanem szivar. Mondta, hogy inkább szivar legyen, mert a szivar az nagyon menő. Andrew Tate is konkrétan csak viccelt ezzel amúgy, szerintem, mert ez ilyen gazdag ember vicc, hogy szivarozgatunk meg ilyenek. Andrew Tate szavait kántálni mindig k***a jó dolog. 24 óráig fekete kajákat ettem. Mi ez? Nagyon durva! Ja. Ah! Sziasztok, üdvözlök megint mindenkit! Ezek a hangeffektek olyan k***szottú idegesítőek, Fanni. Ne haragudj, de miért tennél bele hangeffekt? Ennyi, jó, számoljuk megint, mert ez hangeffekt counter lesz. Lehet tippelni, mennyi legyen. 200 lesz benne? Hát a 8 percben azért csak nem lesz 200, de... Na nézzük, jó? Figyelj! Minden hangeffektet számolunk, megpróbáljuk. Mi ez? Nagyon durva! Ja. Ah! Sziasztok, üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap ismételten a ti kéréseteket fogom teljesíteni, és nem is akár. Azt a k***ba! Huha! Rendesen durvább volt, mint hogyha osúznom kellett volna, azért a reakcióidomban itt szükségem volt, tehát hú. Ez kicsit erős. És hogyha kikéhet akarom a képernyőt, legalább releváns marad, de ezután a videó után most ki fogom cserélni ezt a képernyőt akarót amúgy. Mi a f***om? Hallod? Megőrült a mosógép. Kell venni egy mosógépet, srácok, meg másikat, de az a baj, hogy minden pénzemet a grafikusra költöttem. Amúgy, ti már ettetek ilyen nagyon fura, gusztustalan vagy meghökkentő ételt? Na, én ma biztos, hogy fogok, mert ezt kértétek. Na, de nem is akárhogyan fogom ezt megtenni, nem egy kifejezett fekete kaját fogok enni, mint... Ennek mi értelme volt? Ennek? És csak így random rakja bele az effekteket? Ennek mi értelme volt, hogy belezoomold, fekete-fehér lett, és jött egy ilyen csing? Esetleg, hogyha van itt olyan ember, aki vágó. És ezzel foglalkozik, ez a szakmája, az mondja már meg, inger. De ez neked milyen ingert ad a hány ingeren kívül? Most mondd meg. Ez nem ízléses vágás, ez nem egy... Jó, mindegy, amúgy nem is értem, hogy mi a f***ra beszélek. Konkrétan 24 órán keresztül fekete kajákat evett, tehát ez a content. Nem is akárhogyan fogom ezt megtenni, nem egy kifejezett fekete kaját fogok. Ja, azért fekete, mert fekete-fehér, és akkor így... Rájöttem. Mint például egy fekete hamburger, hanem 24 órán keresztül lesz reggeli, 10 órai ebéd, uzsonna és vacsora is. Na de nem is húzom az időt tovább, nézzük meg előtte egy jó kis tip. Idő,
akkor oda be van vágva egy izé. Mint minden egyes szavához kell egy emoji. A nézéshez egy izé kell, szememoji, az idő, meg egy óra emoji. Na, el is kezdjük a reggelit. Bekette tojásrántotta. Kinek van ehhez gusztusa? Tehát mindegy, értetek. Fingás! És ezt nem a cseten váltották be. Ez most nem van, ez nem nálam volt most. Kinek van ehhez gusztusa? Mondom. Tehát mindegy, értetek, ezt megteszem. És csinálunk fekete zsemléket. Azt már el is készítettem, itt van a videó. Hagytuk állni 20 percig, ezután a sütőt beindítottam, és most már csak formára kell szabni. De nézzetek, nagyon durva! Illatra amúgy semmi extra, kinézetre, hát na, formára. Csá, mondja tesz. Zsemléket. Nem figyeltem, ezért csetet olvastam. Nem figyeltem a hangeffekteket. Annyira kell figyelnem, nem tudok a videóra figyelni. Csak a hangeffekt számolásra fogok figyelni. Hol tartottunk? Tudtam, és most már csak formára kell szabni. De nézzetek, nagyon durva. Illatra amúgy semmi extra, kinézetre, hát na, formáz kis zsemléket. Ja, várj, egy kicsit be kell vizezni itt az alját. Vízhang. Kicsit leszek, hogy ezek mekkorák lesznek. És amúgy a biztonság kedvéért csináltam sima zsemlét is. Mert azért ennyit nem pazalunk, mert ha nem lesz finom az a fekete, nem fogok ennyit kidobni. Ez így jó lesz. Mehet is be a sütőbe. Ó, benn maradt az ebéd, az oldalas. Ó, én ezt meg másodszorra sütöm meg. Még jó, csak 5 perce kezdtem el melegíteni a sütőt. Na. Készítsük el a tojásrántottát, és mindig megszagoljátok. Hát szerintem 2 fogok csinálni. Nem lesz 200, á, de hogy nem. Felverjük, belerakjuk a fekete cuccot, és hozzáadjuk a fekete ételszínezékünket. Baszta, úristen! Fúj! Mintha nem is tojás lenne. Én ezt nem akarom megérni. Minden másodpercben van egy hangeffekt. Nem tudom, de a látvány annyira befolyásol. És csinálunk hozzá még finom. Jó kis Black Tar heroin. Komolyan mondom, zsemlében nem olyan rossz ez a fekete. Hogy jön a lakoma? Micsoda, micsoda tálalás. Egészségügyben. Ez még lehet az előző hangeffekt volt. Gusztustalan. Ez legalább jól néz ki. Oda néz, annyira szép fekete, amúgy még gőzölök. Nem tudom, mennyire adja vissza a kamera. Belerakunk egy-két tojást, ízlés szerint, és mehet a haminyami. Nagyon jó. Nagyon jó! Most pihenjünk egy kicsit, és jön a 10 órai. Na akkor, jöjjön a 10 óra! De hogyha mondjuk a hangeffekteknek a hang ereje nem lenne ennyire rossz, az is tök jó lenne. Mint a Spongyabobot nézni, annyi hangeffekt van. Hát a Spongyabobban kevesebb hangeffekt van, és változatosabb. A Spongyabob az igényes. Ezt nem tudnám semmilyen hasonlítani. Találtam egy olyan kaját, ami ténylegesen fekete. Oreo! Annyi, hogy kivesszük a közepéből azt a fehér krémet. Tesó, májkrémet fog tenni bele, vagy ez mi volt? Hát, világbajnok, ahogy kinéz. Így, mi? Ja, de most akkor mihez kellett? Most akkor májkrémes zsemlét fog enni. De ahhoz miért kellett Oreo? Hát ezen szerintem nem fogok meglepődni. Finom a zsemle, kóstoljuk is meg. Na ez miért kellett? Ezek a számolós cuccok miért kellettek? És amúgy most csak a hangeffekteket számolom. Tehát azokat a dolgokat, amik a videókra vannak vágva rá, azokat nem is számolom. Nagyon ronda. Végre jön a finomság. Na akkor szétszedjük. Hoppá, kicsit eltörtem. Kész is. Ez egy nagyon jó 10 órai volt. Őszintén az ebédet nem vágom. Az nagyon gusztustalan. Főzzük a tésztát. Húros tészta lesz az ebédünk. Nem csinálunk olyan sokat, mert egy kis adag lesz csak. Ennyi. Ami kivágja ezeket a videókat, még milyen szoftverbe, mert amúgy nagyon ótvar, nagyon gázos, nagyon rossz. A szövegek CapCut-tal vágja, és CapCut-ban meg lehet csinálni azt, hogy minden egyes szöveghez legyen egy ilyen hang, hogy felleveg a szöveg, és ennek mi értelme, hogy így jönnek a szövegek. Halabban látom a szöveget, nem kell hallanom is. Nem értem. Ki gondolja ezt? Mert azt, hogy itt, mit tudom, iratkozz föl, és hogy följön, iratkozz föl. Jó, oké, azt úgy értem. Hát ez biztos, hogy nem Premiere Pro-val vágta ezt, Max Vegas-szal, de én is Vegas-szal vágok. De én nekem nem is kell annyira megvágni a videóimat, szerintem. Tejföld! Húró! Postit. Hát, ennek nem lesz. Nem is a megfelelő videóeffektet vágta a hanghoz amúgy, mert most... Postit. Nem tudom. Ez is mi ez? Nem értem.
Hát ennek nem lett fekete színe, ez érdekesen néz ki. Hol fekete a víz, de a tésztát annyira nem színezte meg. Na vajon miért? Talán azért nem, mert a fekete tésztának, gyárilag fekete tésztának kell lennie ahhoz, hogy fekete legyen, mert nem szívja be. De lehet, hogy nem értek hozzá, de árulnak fekete tésztát amúgy a boltban, nem? Annyira elveszi a látvány az étvágyat, hogy azt nem tudom elmondani. Ráadásul nem fekete, szóval nem is kell megkóstolnom. Na jó, rakok még bele színezéket. Csak miattatok, miattatok, de ez úristen. Már ránézek és rosszul vagyok. Ez a csirkeszárny is itt benne. Fóha. Ha nem vagy még feliratkozva, számolok, nyomom. Fel, mert amúgy én ilyet nem ennék. Én eskü megkóstolnám így. Ez nagyon rossz! Jó étvágyakat. Csű, megkóstolnál, köszönöm, hogy a százast. Nem olyan rossz. Csodás lett a poharamnak a pereme. Már a kóla se ízlik. Most pedig jöhet a vacsora. Várom a tippeiteket, írjátok meg kommentbe. Fejbe dara lesz. Én nagyon szeretem, szerintem nagyon finom. Végre forr. Le is rakhatjuk a kis a zenét dorát. Is számoltam. 200 felett vagyunk? Még nem, de lehet, hogy meg lesz. Mit vársz, TikTokos? Nincs tartalmat, tolt tele vágással, effektekkel, azt a benyomást kell kelteni, hogy nézel valamit. Hát valamit néztünk, de azt nem mondanám, hogy ez jó tartalom volt, vagy bármi ilyesmit. Meg sem tudtam szobálni konkrétan, csak számoltam inkább. Ilyen sok színezék, főleg nem az, hogy fekete legyen az egész, mert pont ezért jó, hogy minden étel más színű, és ha mi... De miért kell ez? Miért kell? Miért? Nem értem. Ez, hogy... Minden második szavát kiírja a képernyőre. Alex Csigér női verziója. Hát az Alex Csigér az szerintem ezerszer jobb kontentet csinál ennél, meg amúgy az izéje is, a skilljei sokkal jobbak. Azért, aki besz sok effektet, mert a sok kisgyerek, aki nézi, nem tud még olvasni. Ja, mondja, legalább megtanulnak olvasni. Figyelj, ez fact, ez fact. Akkor ez az egyetlen jó dolog benne, nem? Na de, nem is húzom az... Megvan a 200! A kommentjeiteket nagyon szépen köszönöm. Máté Sümegi kötője PV3VY, Szoboszlai 5845, Bettela Y kötője CK5HT, Amira DAVNVIRD, Zsejke Kof... Mi? Petela Y kötője CK5HT. Miért kell így föl? Miért nem csak a nevét mondta, hogy Pete Laj? Amira DAVNVIRD. Azt mondja, Amira DAVNBIRD. Amira DAVNVIRD. És az amúgy nem is V, hanem dupla V. Tehát még a dupla V. Nem az, hogy a Dawnbird szót nem tudta kiolvasni, még a dupla V-t is sima V-nek mondta. Zsejke Kovács kötőjel XI5PR. Kéne neki is csinálni egy hangkollekciót, mint Herbie. Nem lőttél túl a 200-zal. Nem amúgy, hogyha az izékat nem számoltam volna, vágóképeknél azt a pop hangot maradt, ugye volt ilyen, hogy váltás, nem tudom, abból talán 4 volt. Szerintem az a 200-hoz mindenképpen közel lett volna. Nagyon-nagyon undorító, ez nagyon durva. Mert hát nem undorító igazából, csak így az én fülemnek meg szememnek nagyon úgy érződik. És úgy farmolja az impressiont, hogy a végére berak random kommenteket, hogy a gyerekek azok azt higgyék, hogy majd a legkövetkezőben ők fognak bekerülni. És az esélyük, ez lehet, hogy megvan rá. Nem tudom, hogy miért ad ez egyáltalán élményt valakinek, hogy bekerülhet egy influencer videójában kommentként. Tehát ezt se értem. Nézzük meg az új pogányt. Na, ezt azért nem vágom be, ezt magadnak kell megnézni. A Fanny Burian videó az belefér, de a pogány induló az nem. Csícska copyright. Nagyon durva, amiket rak ez a srácom, úgy főleg ennyi idősen. Soha nem megyek börtönben, nem a trap lesz, mindent legyőzött. Az... Gangsterek vagytok, öcsém! Mi? Nem mondod, beletek hármat az embernek a szel... lehet, ezt nem fogom megnézni. Fast Food and Pisti, mondjuk. Én dagadt vagyok. Miért vagyok dagadt? Miért nem mész el edzeni? Miért nem eszel normálisan? Nekem lehetnek kifogásai. Sok a munka, nincs időm, gyerekkel foglalkozom. Az egyetlen dolga... Na ez meglepett, not gonna lie. Azért ez egy nem várt fordulat volt. Amúgy pont most akartam bezárni a videót és mondani, már TikTokon is a lányok a Pistit utánozzák a hangra, és hogy cringe. Ennyit akartam mondani. De ez nagyon meglepett. Boldogságom az étel, bla bla bla. Ezek a kifogások. Mi a valóság? Nem hiszem el, hogy nem lenne elég a fele. Nem hiszem el, hogy nem tudsz elmenni. Szeretek enni. Attól, hogy szeretsz enni, nem igaz, hogy nem tudsz egy balancot tartani. Zabálni szeretek. Igen. Most ne röhögjetek. Zabálni szeretek. Kurvára. Nagyon szeretem az étel ízét, a mocskos, szar egészségtelen ételnek az ízét még jobban szeretem, és ennél már csak azt szeretem jobban, ha sokat eszek belőle. Sajnos el kell fogadjam, hogy ez van. Odaállsz a tükör elé, és egyszerűen fogadd el, hogy ez van, ez a... Nem bírom tovább nézni, ne haragudjatok. Nézzed meg a profiát. Hell nah! Azért ez nem a humornak a csúcspontja, hogy tátogunk egy
videóra, és nekem az sose volt. Megdobálták a Lil Pumpot. Epikus Lil G pillanat. Nyilván. Amint mondja, hogy come here, I'll give you $1,000, akkor már egyben nyomják, akkor már egyben mutogatnak. Ő kimondhatja? Hát akkor nem mondhatná ki szerintem. De megengedték neki a feketék, gondolom. Ő kapott egy peszt. $1,000, $1,000. Ráugrott a tagra amúgy, vagy mit csinált? Mit csinált vele? Megverte? Semmit. Megpróbálta őket megrúgni, és elhúzták a szekusok. Rip. Hát a szekusok nem engedhetik a Lil Pumpnak se sajnos a verekedést. Fiúk, ti olyan ajándékokat vesztek Valentinapra, nézzétek meg, mit mond a görög isten. Én nagy Alekosz, Adoniszként, az országban talán egyedüliként, egyet javasolhatok férfitársaim. Felejtsétek el a pökhendi ostoba ajándékokat. Inkább vásároljatok egy 3D lámpát, amiben aztán úgy gravírozhatjátok a képeiteket, mint a szívetekbe az igaz szerelmet. Ha nekem nem hisztek, akkor legalább higgyetek egy BRFK által megfigyelt személynek. Igen, akinek fizettetek azért, hogy kimondja ezeket a dolgokat. Gratulálok, jó marketing. Egy talpig úri ember még nekem is küldött egy lámpát. Szerezzetek be egyet ti is a barátnőtöknek a videó lévő linken, és a Foxpost automatába történő szállítás is ingyenes. Húha. Fogadd meg, intő szavam. Fogadd meg, intő szavam. Mennyit kapott ezért? Egy milliót? Annyit biztos nem, hogy 100K-ért megcsinálj szerintem. Fire MC-nek is csinált promót. Meg egy másik Minecraft szervernek is, meg az enyémnek is csinálna, ha mondanám neki, csináljon, tehát szóval igazából nem hiszem, hogy sokat ér az ő szava, pont emiatt nem, mert bármennyit fizetsznek, akkor kimondja azt, amit szeretnél. 20k egy fél perces promóció, szétadom! Itt a postás, hol a postás? A postás a zöld ruhában jár. Mindegy, hogy tél van-e vagy nyár. Böcsönget markotba pénz számol. Tőle tudod, hogy gondol-e valaki róla, de távol. Nagyon jól versel az öreg amúgy. Not gonna lie, azért a versmondó versenyt azt megnyerni. Zárt osztály, kedvencem neki ma a kis főszlány. Örök villanatok jönnek, mennek. Mindig arra gondolok, hogy mit eljársz az a szembe. Na, ilyenkor azért örülök, hogy a Colgate-et börtönbe zárták, mert addig se fogja ezt csinálni a gyerekekkel, hogy ilyenek akarnak lenni a gyerekek, bazd meg. Ez pont Inkó referencia? Hát az meg még jobb. Valószínűleg mindkettőt hallgatja. De Inkóval is ugyanez a problémám amúgy. Meg a szülőkkel, akik nem képesek foglalkozni a gyerekkel, hogy mi a faszt hallgatnak, meg néznek. Hát nézzétek meg, hogy mit csinál a gyerek otthon a számítógép előtt, hogy milyen zenéket hallgat, annyira egyszerű lenne, és wow, lehet, hogy egy normális ember nevelődik fel belőle. A 21-ből lenyeli, itt a nagy szár, pont itt az idegosztály. Az idegosztály. Te nagyon jó, hogy még rossz kíve is van az autótun. Yeah, elmesélem nekem, mi jó történt. Én velem hát semmi jó. Rémforogásból nagyon jók vagyunk, yeah. Így adott Top Joy-t, yeah. Így adott Top Joy-t, yeah. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon. Ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.